2017 a fejlesztés politika sikeréve volt, milliárdokat fizetett ki a kormány nyertes pályázatokra. Biciklis baleset, megkezdődött a fiatal lányt elgázoló mentős tárgyalás a Békés Csabán. Összefogás és fejlesztések. Eredményes évet tudhat maga mögött az Agrárkamara. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A kormányzati fejlesztés politika sikeréve volt a tavalyi, hiszen a kormány meghirdette a teljes fejlesztési forráskeretet, kiírta a pályázatokat, és a tervek szerint ez év tavaszáig oda is ítélték az uniós támogatásokat, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón. Csepregi Nándor ismertette, hogy a pályázati úton lehívható uniós források mértéke összesen mintegy 9500 milliárd forint, Magyarország most 8200-8300 milliárd körül áll a lekötésekkel. Beszélt arról is, hogy a tavaly a nyertes pályázóknak 2488 milliárd forintot kifizettek, amely több a tervezetnél. 2017. március 31-ig, tehát idő előtt teljesítettük azt a vállalásunkat, ami arról szólt, hogy a 2014-2020-as ciklus összes fejlesztési forrását meghirdetjük. Ez összesen 546 pályázati konstrukció keretében, mintegy 9630 milliárd forint értékben megtörtént. Tehát ezzel a magyar kormány az úgynevezett kohéziós tagállamok közül elsőként teljesítette azt a vállalását, hogy ezeket a pályázati forrásokat elérhetővé teszi. Elkezdték kiszállítani az április 8-ai országgyűlési választás hirdetményeit a választási irodákhoz, és várhatóan a hétvégére minden településen kihelyezik azokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, a választói névjegyzékkel és az ajánlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Olvasható rajta például, hogy a választópolgár ajánló ívein ajánlhat jelöltet, ám annak érvényességéhez 500 aláírás szükséges. Egy választó akár több jelöltet is támogathat, akik március 5-ig gyűjthetik az ajánlásokat. Szavazni egy egyéni választókerület jelöltjére és egy országos listára lehet. A nemzetiségeknél regisztrált választópolgár csak nemzetiségi listára szavazhat, pártlistára nem. A Békés Csaba központú egyes számú Békés megyei választókerület országgyűlési képviselőjelöltjét mutatta be csütörtökön a Fidesz helyi szervezete. Hanó Miklós választókerületi elnök és Ferenczi Attila frakció vezető egyetértettek abban, hogy a körzet fejlesztési programjainak megvalósítása érdekében jó döntést hozott az országos választmány azzal, hogy elfogadta a javaslatukat, így Herceg Tamás lesz a jelölt. És ezután gratulálok is. Bemutatta a Fidesz Békés Csabai szervezete a párt országgyűlési képviselőjelöltjét. A sajtótájékoztatón elhangzott, előzőleg több jelölt neve is felvetődött. Szarvas Péter polgármester úré, Vantara Gyula, jelenleg országgyűlési képviselő úré, Erdős Norberti, ugye, aki az Európa Parlamentben képviselő, Hanó Miklósi, aki a jelenlegi választókerületi elnök, és az enyém. Aztán végül is hosszú mérlegelés után úgy döntött a Fidesz választmánya, hogy elfogadja azt a jelölési javaslatot, amit egyrészt a Békés Csabai helyi Fidesz szervezet, másrészt pedig sok más támogató szervezet kinyilvánított, hogy én legyek a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje. Herceg Tamás fontosnak tartja, hogy együtt dolgozzon a korábbi lehetséges jelöltekkel, illetve azzal, aki a város és a választókerület érdekében tenni tud. Az együttműködés egy nagyon fontos szempont lesz, együttműködni azokkal, akikkel együtt sikeressé lehet tenni ezt a megyét, illetve hát oda kell figyelni azokra a problémákra, amik országgyűlési szinten kezelhetők, megoldhatók. A képviselőjelölt elmondta, intenzív időszak lesz a választásokig hátralévő 2,5 hónap, amely alatt igyekszik bizonyítani alkalmasságát a feladatra. Országos listán külön miniszterelnök jelöltet, az egyéni választókerületben azonban közös országgyűlési képviselőjelölteket állít az MSZP és a DK. A Békés megye 3-as számú körzetében indított jelöltet a Nagyobbik ellenzéki párt országos elnökségi tagja mutatta be Szerdán Gyulán a választókerület központjában. Az MSZP fővárosi elnöke mutatta be Pluhár Lászlót, a DK-val közösen indított jelöltet. Kunhalmi Ágnes bizakodását fejezte ki, amiatt, hogy mind a 106 egyéni választókerületben közös jelöltet állítottak.
Mi volt akár egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, ahhoz képest öles léptekkel lépkedünk előre. Igen, tudom, néha úgy érzem én is, hogy messziről indultunk. Azt is tudom, hogy nagyon kevés idő van a választásokig, de soha nem szabad feladni senkinek, se pártvezérnek, se választópolgárnak. Harcolni kell a saját jövőnkért, mert az nem politika, amit ma a Fidesz csinál. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a szociális demokrácia programjával az a céljuk, hogy az egyének sikeresek lehessenek saját életükben. Ezt a célt helyi szinten szeretné megvalósítani a 2002 óta ELEK polgármesteri tisztségét betöltő Pluhár László. Mindegyik területen szeretnénk, hogyha minden egyes településre települési szintű programokat készíteni, és egyfajta alternatívát felmutatni, és bízva abba, hogy az emberekkel ezt meg tudjuk értetni, és eljönnek, és április 8-án eljönnek, és választanak, és döntenek demokratikus módon. Legfontosabb feladatának a változtatást nevezte, hogy, ahogy fogalmazott, elhozzák a biztos jövő reményét a választók számára. Megkezdődött a mentős gázolás ügyének tárgyalása szerdán a Békéscsabai járásbíróságon. A tragédia 2016. november 22-én történt a megyeszékhelyen, a Bartók Béla út és a Petőfi utca kereszteződésében. A mentőautó elütött egy 16 éves biciklist. A fiatal lány életét vesztette. A mentősök a baleset napján a Berzsenyi utcából kezdték meg a vonulást, és a Vécsei utcába tartottak. A mentőautó 87-89 km/h sebességgel közlekedett, és megkülönböztető fény- és hangjelzést használt, amikor a Bartók Béla úton haladt. A sofőr a lámpa piros jelzése mellett hajtott be a Petőfi utcai kereszteződésbe, azonban nem győződött meg arról, hogy minden közlekedő megadta-e az elsőbséget, idézte fel a történteket a gyulai törvényszék sajtószóvivője. Dr. Marton Erika hozzátette, a Petőfi utcából érkező fiatal lány kerékpárján ülve szeretett volna átkelni az úttesten. A kerékpározó sértett egyik kezében mobiltelefon tartott, és az ahhoz kapcsolt fülhallgatóról zenét hallgatott. Amikor a vádlott észlelte a sértettet, vészfékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni, és elütötte a sértettet. A helyszínen lévő mentőorvos és a személyzet azonnal ellátta a sértettet, aki azonban később a kórházban életét vesztette. A tárgyalást a vádlott és a tanúk meghallgatásával kezdték, majd márciusban videófelvételek megtekintésével folytatják a Békéscsabai járásbíróságon, emelte ki a törvényszék sajtószóvivője. A jogszabály szerint halálos közúti baleset okozásáért 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Sok a vita az Európai Unió jövőjéről, azonban érdemes lenne a biztonságra, a gazdasági teljesítésre és a felzárkóztatásra koncentrálni. Ezek a témák ugyanis rendkívül kiemelkedőek, fogalmazott az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője. Zubkó Gábor Párbeszéd a tanulókkal Európa jövőjéről címmel két intézményben tartott előadást szerdán Békéscsabán. Ez az egyik olyan intézmény, amelyben az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője tartott interaktív előadást az unió működéséről, kihívásairól, történetéről és jövőképéről. A hallgatóságban volt olyan diák, aki érdekesnek tartotta a rendkívüli tanórát. Engem nagyon érdekel ez a, hát nem a belpolitika, inkább a világpolitika, és ugye erre a legközelebbi példa az Európai Unió. Ahogy elnéztem a diákat, végighallgattam volna az egész előadást, nem csak egy ilyen 45 perces tömörített változatot. Volt olyan diák, aki azt mondta, hogy gimnazista évei alatt már megszerezte az általános ismereteket az Unióról, így a feltett kérdésekre könnyedén tudott válaszolni. Lényegében mindenről tanultunk már az Európai Unióról, és hála Istennek sok mindent tudtam már, és tudtam is kérdésekre válaszolni. Fontos, hogy a diákok megismerkedjenek az Európai Unió szerepével és kérdéseivel, fogalmazott Zubkó Gábor. A képviseletvezető szerint a tudás átadása mellett lényeges az is, hogy a hallgatók az interaktív előadásokon fel tudják tenni az őket érdeklő kérdéseket. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok, a polgárok közvetlenül is halljanak az Európai Unió vívmányairól, amiben Magyarország részt vesz, és kérdéseket tudjanak feltenni, hiszen az Európai Unió egyúttal egy demokratikus intézmény, melynek minden döntésénél, fontosabb döntésénél ott van egy demokratikusan megválasztott magyar képviselő is,
de az is fontos, hogy a mindennapokban a magyar polgárok, a magyar fiatalok fel tudják tenni a kérdéseiket annak működéséről. A hallgatóságot az euró-magyarországi bevezetése, a Brexit unióra gyakorolt hatásai és a tagországokba érkező támogatások kérdésköre érdekelte a leginkább. Az összefogásról, a lezárult és a jövőben néző fejlesztésekről, valamint intézkedésekről tartott összevont osztályértekezletet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békés megyei kormányhivatal csütörtökön. Dr. Kulcsár László kiemelte, hogy rendkívül jó évet tudhat maga mögött a Békés megyei agrárium, és ehhez képest is javuló tendenciákkal készülnek a következő gazdasági évre. Eseménydús volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tavalyi éve, tájékoztatott dr. Kulcsár László. A Békés megyei elnök elmondta, hogy a kamarai ciklus lejártával újra választották a megyei tagokat. Az elnök azt is kiemelte, hogy 2017-ben a NAK 120 ezer támogatási kérelmet bírált el, valamint azt, hogy több mint 100 jogszabálymódosítást kérvényezett a kamara, többek között az élelmiszertermékek áfa csökkentését is. A támogatások lehívásával igyekszik a gazdálkodókat segíteni. A Békés megyei kormányhivatal elkötelezett abban, hogy az agráriumból élőket segítse, fogalmazott dr. Rákóczi Attila. A megyei kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, hogy 2018-tól megváltozott a támogatási ügyek kezelése országszerte a gyorsabb ügyintézés érdekében. Az idei év január 1-től megint csak egy fontos változás történt, hiszen eddig régiós szinten kezelték a megyei szintű kérelmeket. Így például a Békés megyében vidékfejlesztési programból pályázatot benyújtó, akár őstermelők, önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek, vagy egyházak, vagy bármely mikrovállalkozások kérelmeit az Csongrád megyében intézték. Január 1-től viszont a Békés megyei kormányhivatal fogja ezeket a kérelmeket kezelni. A termelői együttműködések erősítése rendkívül fontos a hazai termékek forgalmazását tekintve, fogalmazott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke. Ha értékesebb kultúrát tudunk termelni, adott esetben az élelmiszeripar fejlesztésével, nagyobb hozzáadott érték itt marad az ország határain belül, nagyobb hozzáadott érték a kiskereskedelmi láncok kiszolgálásán áttartva egészen a nemzetgazdaság jövedelmezőségéig, vagy jövedelem termelő képességéig, mind fontos mutatókat jelentenek a kormányzat számára, és nem akar kiengedni a kormányzat egyetlen olyan fontos sem a gazdák jövedelméből, amit meg tudnának termelni. Az agrárvidék fejlesztésért felelős államtitkár kiemelte, hogy rövid távon kell javítani a termőföldek vízellátását, így a kamara az úgynevezett öntözésfejlesztési stratégia megalkotását tervezi. Ebben 43 ezer gazda véleményét kérik majd ki. Elkezdődhet az az érdemi munka, amelynek egyetlen célkötőzése van, hogy a Magyarországon meglévő öntözött területek arányát jelentősen növeljük. Ez évek, évtizedek óta egy nagyon komoly igény és egy komoly elmaradás, hiszen az Európai Uniós átlaghoz képest is Magyarországon alacsonyabb az összterülethez képest az öntözött területek aránya. Az osztályértekezleten továbbá elhangzott az is, hogy a vidékfejlesztési program 1300 milliárd forintos támogatási keretösszegéből tavaly év végéig 87%-ban hoztak döntést a gazdák kérelmeiről. Újra kézilabda ünnep volt a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ugyanis a világsztárokkal felálló Bajnokok Ligája győztes Győr együttese érkezett a Viharsarokba. Az esélyesebb kisalföldi csapat ugyan fölényes győzelmet aratott, de Horváth Roland együttese nem vallott szégyent Európa legjobbjai ellen. A Győr elleni találkozón, ahogy minden szezonban, ezúttal is szépen megteltek a lelátók. A fehérmezes vendégek határozottan kezdték az összecsapást. A 8. percben a brazil Eduardo Amorim már 5-1-re alakította az állást. Amíg a vendégek könnyedén kerültek helyzetbe, addig a csabaiaknak minden egyes gólért nagyon meg kellett küzdeni. A hazaiak közül a szerb irányító Alexandra Vukajovic próbálkozott a legsikeresebben, de a magabiztos győri vezetés nem forgott veszélyben. A Bajnokok Ligája győztes gárda 18 hetes előnnyel mehetett a szünetre. A fordulás után 8 perccel a világbajnoki bronzérmes Yvette Brosz találatával alakult ki először a 10 gólos különbség. A győriek spanyol vezetőedzője Ambrose Martin a fiatal játékosokat is bevetette, akik bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. A házigazda csabai együttes egy pillanatra sem adta fel. A hajrában faragott a hátrányából, többek között a 18 éves Farkas Katarévén. A lilafehérek végül 35-26 vereséget szenvedtek, de a 9 gólos különbség ellenére derekasan helytáltak a világ egyik legjobb csapata ellen. Nincs gyenge csapatban
Szerintem nagyon jó játszunk első fél idő, támadásban, védekezésben. Nagyon boldog vagyunk, miért jó játszunk. Ez második fél idő szerintem nincs koncentráció, miért nagyon jó eredményi tábla volt. Horváth Roland, a csabaiak vezetőedzője, a vereség ellenére igyekezett megtalálni a mérkőzés pozitívumait is. Az, hogy másik fél időben visszamennek és így tudnak még mindig küzdeni, harcolni, a megbeszéltek alapján az megint csak pozitív. A 35 gól egy ilyen csapattól azt mondom, hogy reális, tehát nem szabad itt kell maradni a realitás talaján. Mindenféleképpen ez a világ legjobb csapatáról van szó, de azokat a dolgokat, amiket láttam egyéni teljesítményeket, csapatszinten levő teljesítményeket, azoknak nagyon-nagyon örültem, mert én mindig azt kérem, szív legyen, emelt fő legyen, ha ez megvan, akkor már nagyon nagy baj nem lehet. A lilafehérek 10 nap múlva folytatják a bajnokságot, akkor a jelenleg 5. helyen álló Siófok otthonában lépnek pályára. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!